Önök a Határtalanul című műsorunkat látják, köszöntöm Önöket. A kárpátaljai vidék természeti szépségeit, történelmi örökségeit és kulturális sokszínűségét mutatta be a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács a budapesti utazás kiállításon. A rendezvényen negyedik alkalommal vett részt a Kárpátalját népszerűsítő szervezet, amely a határon túli együttműködéseket és az éppen aktuális kárpátaljai fejlesztéseket is bemutatta a háromnapos expón, amelyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével közös standon várták a látogatókat. Élő zenés néptánc bemutatóval nyitotta meg standját a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az idei utazás kiállításon Budapesten. Számtalan olyan ok van, ami azt indokolja, hogy a határmenti együttműködést jelentősen meg kell erősíteni, mondta el beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medence óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Nekünk azért Kárpátalja alapvetően Ungugocsa, Bereg és Máramaros vármegyék ből ma Kárpátaljába szakadt részeket jelenti, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is a maga sokszínűségével, földrajzi táji sokszínűségével pontosan ismeri azt az érzést, hogy egészen más az Ungvidék, mint a Beregvidék, és nem is beszélve a Felső-Tisza-vidékről. Tehát a gondjaink, a múltunk, és azt hiszem, hogy a jelen feladata is közösek. Hiszen ha leöntenek egy vontató szemetet mondjuk a Tisza túloldalán, akkor abból azért jócskán jut a mai magyarországi részeknek is, és nem is beszélve arról, hogy mennyi feladatot jelent ez nekünk környezetvédelmi szempontból, hiszen 3 millió tonna illegális hulladék van jelenleg Kárpátalján, és a szennyvízkezelés ugyanúgy elmaradott, mint a személygyűjtés, hogy nincs egyetlen egy EU-konform szeméttelep sem. Tehát én azt gondolom, hogy a közös érdekek összefűznek bennünket. Ha most itt a környezetvédelemről ejtettem szót, akkor mondhatnék egy járványügyi határvédelmet is, hiszen míg Magyarországon közel 100%-os a korosztályos átoltottsága a gyerekeknek, addig ez Kárpátalján legfőjebb a gyermekkorosztályok egyharmadát érinti. Akár a most zajló és tomboló kanyaró járványt is említhetném, de más járványok, például az afrikai sertéspest is áthurcolása az ukrajnai részekről a magyarországiakra közismertek. Tehát számtalan olyan ok van, amely azt indokolja, hogy a határmenti együttműködést jelentősen meg kell erősíteni, és azt is mondhatom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, annak városai, Nyíregyházával az élen, nagyon komoly nemzetpolitikai feladatokat töltenek be a már említett közegészségügyi, infrastruktúrális fejlesztéseken túlmenően az élet minden területén. Például szeretnénk megerősíteni a kulturális együttműködést, hiszen a kárpátaljai plenerfestészet, ami a Nagybányai iskolának egy nagyon-nagyon szép, ma is élő hagyományát viszi tovább, az elválaszthatatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális vezető szerepétől. Tehát mind az élet minden területén törekszünk ezeknek az együttműködéseknek az elmélyítésére, és ez mind egy irányba mutat, hogy itt a Kárpát-medencébe, ha egy nemzeti közösségbe akarjuk szervezni az itt élő 13 millió magyar, akkor ebből nem hagyhatjuk ki a 150 ezer főnyi kárpátaljai magyar kisebbséget, és mivel a szükség nemzetiség független erőnkhöz mérten, vagy időnként talán erőnket meghaladó mértékben támogatjuk a Kárpátalján élő többséget is. Természetesen azt hiszem, hogy a gasztronómia és a turisztika az a két kulcsterület, amelyben együtt kell működjünk. Nyilván, hogy a magyarországi részeken egy fejlettebb turisztikai szervezettségről lehet szót ejteni, de Kárpátalja is öles léptekkel próbálja behozni az ilyen irányú hátrányait, hiszen elég csak arra utalnom, hogy most kezdődik Kárpátalján a Magyar Konyha Hete, amely már 7. alkalommal kerül megszervezésre, vagy idegen vezetőképzést tartottunk már 2 esztendeje Kárpátalján, azokat a falusi turisztikai minősítéseket, amelyeket a határ magyarországi oldalán már hosszú idő óta alkalmaznak a vendéglátók, ezt Kárpátalján is bevezettük, és egyáltalán szükségünk van arra, hogy a határ mindkét oldalán élők érezzék azt, hogy egy közösség tagjai, akik egymásért felelősséget viselnek, és minél több közös programot hajtsanak végre. Például a már említett művészeti együttműködésben, amikor Kárpátalján igyekszünk
színházteret biztosítani magyarországi nívós produkcióknak, azt természetesnek gondoljuk, hogy ezt a határnak a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei oldalán lévő településeken is be kell, hogy mutassák a budapesti vagy éppen máshonnan jövő társulatok. Bár Szabolcs-Szatmár Bereg megye turisztikailag fejlettebb, infrastruktúrálisan jobban kiépült, mint Kárpátalja megye, a határon túli fejlesztések és programok segítenek felzárkóztatni a térséget. Elkészült egy turizmusfejlesztési koncepció a Kárpátalja magyar lakta vidékére, a Nyíregyházi Egyetemmel közösen, és hát ennek a támogatására a Külgazdaság és Külügyminisztérium körülbelül olyan 500 millió forint áll majd rendelkezésre, amivel elsősorban szállásfejlesztésekkel fogunk foglalkozni. Azt kialakítottuk egy olyan minőségvizsgáló rendszert, amely lehetőséget ad arra, hogy a turista lássa azt, hogy tulajdonképpen az a hely, ahová menni szeretne, az a szállás az milyen minőségű. Továbbra is számos fesztivált, eseményt tervezünk ebben az évben. És ez a mai kiállítás, amit megjelentünk, és azt jelenti tulajdonképpen, hogy Kárpátalján él a turizmus, megvannak azok a helyszínek, amelyeket meg lehet látogatni. Ugye emlékhelyek, a különböző építészeti, természeti szépségek azok adottak, most pedig a természet szolgáltatásokat kell, hogy fejlesszük, és az együttműködő Szabolcs-Szatmár Bereg megyével. Erre lehetőségünk van, és különösen örülök annak, hogy van egyfajta aktivitás is. Az emberek minden nehézség ellenére próbálják ezt az üzletágat fejleszteni valamennyiünk örömére. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács negyedik alkalommal kiállítója a budapesti utazás kiállításnak, ahol ismét bemutatják, hogy milyen szolgáltatások, turisztikai attrakciók és gasztronómiai lehetőségek érhetők el a látogatók számára. A kárpátaljai magyar turizmus az a 90-es években indult el, amikor gyakorlatilag a falusi vendéglátás volt az egyetlen olyan szálláshely, ami a szovjet rendszer után éppen volt, és ott vendégeket lehetett fogadni, de a minőség még nem volt olyan, hogy a nyugati gyakorlatilag szállásadókkal össze lehessen hasonlítani, de már azóta eltelt 25 év, és hál' Istennek most már vannak igen jó minőségű falusi vendéglátóhelyeink, vendégházak, és vannak magyar tulajdonban lévő panziók, szállodák, ahol igenis jó színvonalú szolgáltatást tudnak adni, mind a szállásadás, mind pedig az étkezés terén. Valamint vannak olyan csoportszervezők, programszervezők Kárpátalján, akik a kárpátaljai utazásokat, kirándulásokat szervezik, tehát képzett idegenvezetőkkel megmutatjuk Kárpátalja nevezetességeit, történelmi látványosságait és azokat a természeti csodákat, amik Kárpátalján megvannak, amelyek természetesen ugye a Nagy-Magyarország részét képezték, és ugye ez a Kárpátoknak az elővonulata, ami egyben Kárpátalja legnagyobb részét alkotja. Azt lehet mondani, hogy a turizmus és a foglalkozók Kárpátalján, ugye azok a magyarok, akik még otthon maradtak és megfelelő színvonalban tudnak szolgáltatást nyújtani, azoknak egy kiegészítő jövedelem maga a turizmus. Mindenkinek van gyakorlatilag főállása, és turizmussal foglalkozik amellett, tehát a turizmus nélkül én úgy gondolom, hogy nagyon sok család már nem lenne otthon Kárpátalján, hogyha nem lennének főleg a magyarországi csoportok, akik eljönnek, igénybe veszik a szolgáltatásaikat, és azzal megteremtik az otthonmaradásnak a feltételeit. Gyakorlatilag a magyar kormánynak a segítségével újra élesztettük a kárpátaljai magyar turizmust, mert ugye a 2014-es kelet-ukrajnai események után megállt a Magyarországról Kárpátaljára érkező turistáknak a forgalma, és a magyar kormány ezekkel a programokkal, ami a Rákóczi Szövetségen keresztül és az utazási támogatás, vagy a határtalanok programok keresztül, ugye a Kárpátaljára diákcsoportokat támogatnak a kárpátaljai utazásokban. Ezzel bizalom keletkezett Kárpátaljára, és hogyha már látják a magyarországi vendégek, turisták, hogy igen, Kárpátaljára nyugodtan el lehet jönni diákcsoporttal, akkor már nem félnek beiratkozni az utazási irodákhoz turista utakra. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a kárpátaljai turizmus mintegy 50%-a már üzleti alapon jön létre, vagyis a megyébe érkezők fele a szabadidő eltöltése miatt érkezik Kárpátaljára.
A Kárpáti Magyar Turisztikai Tanács a Zegánede programnak a segítségével, illetve a Magyar Külügyminisztériumnak a támogatásával elkészítettük a Kárpáti Magyar Turisztikai Fejlesztési Stratégiát, amelyben le vannak írva, egy felmérést készítettünk, hogy hol áll most turisztikailag Kárpátalja, illetve megadtuk az irányokat, hogy hova, milyen irányba kellene fejleszteni. Az első lépése ennek a fejlesztésnek a 2019-es évben a Zegánede alapítványon keresztül újrakírásra kerülnek a turisztikai pályázatok, amikor Kárpátalján működő vendégházakat, falusi vendégház, főleg falusi vendégházakat fogunk tudni támogatni a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség, a Zegánede alapítványnak a segítségével, és már minősített, tehát napraforgós rendszerben minősített vendégházak fognak tudni pályázni fejlesztésre, szállásbővítésre és eszközbeszerzésre. A magyar kormány többek között a Rákóczi Szövetség segítségével éleszti újra a kárpátaljai turizmust, melyhez civil csoportok számára akár utazási támogatásokat is nyújtanak. Arra bátorítjuk a magyarországi és a határon túli magyar közösségek egyházait, nagycsaládos szervezeteit, települési önkormányzati testületeit, tantestületeket, bármilyen olyan közösséget, aki kedvet érez arra, hogy meglátogassa Kárpátalját, az induljon el, pályázzon, egészen április elejéig ezt a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján be lehet nyújtani, 250 000 forintot tudunk felajánlani azoknak a csoportoknak utazástámogatásra, akik elindulnak. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke a rendezvényen elmondta, a megye számára kiemelten fontos, hogy Kárpátalján is folytatódjanak a turisztikai fejlesztések, ugyanis nem csak a történelem szempontjából tartozik össze a két térség. Hogyha szeretnénk valós eredményeket elérni turisztikai szempontból is, akkor össze kell fognunk és meg kell mutatnunk azokat a csodáinkat, azokat a valóban turisztikai attrakcióinkat, amelyekkel rendelkezünk, hiszen ezek ott vannak, kéznél vannak, csak talán még abban vagyunk egy picit lemaradva, hogy ezeket úgy adjuk el turisztikai csomag formájában, hogy az valóban a piac szempontjából is egy olyan keresletet generáljon, amelyből aztán gazdasági eredmények is születtek. Ezért akartuk csoportosítani az erőforrásainkat, ezért törekszünk az egységes megjelenésre, nem csak itt, hanem a lehető legtöbb helyen, és ebben bízunk, hogy aki eljön Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén bármelyik településre, akkor neki tudunk kínálni majd egy olyan lehetőséget is, hogy Kárpátaljára is menjen át, és ez fordítva is igaz, és azt hiszem, hogy ezekkel a 3-4 napos vagy 5 napos utazási útvonalakkal, túraútvonalakkal, illetve szállás lehetőségekkel, valóban, és ezekkel a turisztikai attrakciókkal, amelyekkel rendelkezünk, valóban tudunk egy olyan gazdasági eredményt is elérni, amely bízom benne, hogy mind Kárpátaljának, mind pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének majd egy kitörési pont lehet majd a későbbiekben is, illetve természetesen egy plusz bevételt generál. A turisztikai fejlesztést célzó programok pedig folyamatosan fejlesztés alatt állnak, tette hozzá az alelnök. Vannak kész csomagok is, és vannak természetesen olyan csomagok is, amelyek jelenleg kidolgozás alatt vannak, vagyis sokszor még talán éppen csak a fejekben születtek meg, de mindenképpen abban a fázisban vannak már, hogy ezek valóban olyan turisztikai útvonalakká fejlődjenek, amelyek vonzó lehetőséget biztosíthatnak a turistáknak. Ugye folyamatosan nőnek az igényszintek, és egy turista már nem olyan tulajdonságokkal bír, mint mondjuk ezelőtt 10 évvel. Komoly, hogyha elmegy valahova, akkor ott színvonal a szolgáltatásra vágyik, arra vágyik, hogy valóban megmutassák neki azt, hogy mit érdemes megnézni, hogy érdemes oda eljutni, hogy lehet oda eljutni. Tehát ezért kell komplex csomagokba gondolkozni, és itt rengeteg olyan dolog van, amire rá lehet fűzni. Mondhatjuk akár a középkori templomok útját is, amely már egy kész programcsomag, és ebből már több útvonal is természetesen már készen van, és ezek átnyúlnak Kárpátaljára is. Tehát ez csak egyetlen egy olyan opció, amit említettem, de emellett a természetjáráshoz kapcsolódó turisztikai útvonalak és a gasztronómiához kapcsolódó turisztikai útvonalak mind-mind lehetőséget biztosítanak a jövőben. A két térség, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja megye együttműködését és közös turizmusát azonban nem csak a határ ukrán oldalát érintő fejlesztések és programok határozzák meg. Számos településen rendeznek olyan eseményeket, amelyekre a térség egész területéről várják a látogatókat. Számtalan olyan projekt valósult meg az elmúlt év folyamán, amire már régóta vártunk, sőt, folyamatban van a turisztikai projekt kapcsán egy 16-os konzorciumban, egy 161 millió forintos nagyságrenddel a teljes Tiszapart rehabilitációja. Nyilván a teljes szó idézőjelben értendő, hiszen ahhoz nagyságrendekkel több pénzre lenne szükségünk, de azt is látjuk, hogy a folyamat elindult. Szeretnénk a régi tiszaparti étteremből, illetve egy közösségi ház kialakításából ismét valami maradandót alkotni Gergely-Gornyán. Tudjuk azt, hogy ez az első lépése annak, hogy
a családokat is vissza tudjuk csábítani Gergőgonyára, erre a csodálatos városrészünkre, hiszen mindig elmondjuk, hogy Vásárosnál nem így a folyók városa, hiszen a Túr, a Szamos, a Kraszna és a Tisza mind-mind közighatárunkon belül folyik. Óriási felelősség ez, hiszen beindultak a gyermek és a vándortáboraink is. Ez pontosan a lapátos pihenői kialakítása kapcsán újra időszerűvé vált. Tavaly közel 1000 gyerek volt jelen a táborokban, a vízitúrázókkal és a kerékpárosokkal. De, ahogy mondanák, ugye az éjjel soha nem ér véget, a Tiszapart fejlesztése sem érhet véget, hiszen elindult ez a kisváros nem csak a víziturizmus és a kerékpáros turizmus fejlesztése útján, hanem a lovas turizmusban és a vadászati turizmusban is megtettük a megfelelő lépéseket. Nyilván ez egy több lábon álló dolog, hiszen itt össze kell zárnunk a vállalkozókkal, a civilekkel, és nekünk, mint önkormányzatnak élen kell járnunk. Ebben kiemelt szerepet szánunk a utazáskiállításon jelenlévő Turinform irodánk dolgozóinak, hiszen a Turinform a megye egyik kiemelkedő irodája, amely egy ablak a világra, hiszen nem csak a Szatmár, Bereg és a Felső-Szabolcs látható általuk, hanem az egész országra, sőt a határokon túlra is kitekintést engednek. Örömmel jelezhetem, hogy 3 évszám körül forog ez az esztendő, a 40, az 50 és a 80, hiszen Vásáros nem idén 40 esztendős város, valamint megemlékezünk arról is, hogy 1969-ben Vásárosnami Vitka és Gergely Gornya Vásárosnami néven egyesült. Ez egy 50-es évszám, valamint arra is emlékezünk, hogy 1939-ben, 80 évvel ezelőtt Gergely és Ugornya Gergely Ugornya néven állt össze. Ezek tükrében nagyon komoly megbeszéléseket folytattunk le a Beregi Múzeum, a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, a Turinform irodánk dolgozóival, valamint valamennyi intézmény vezetőnkkel. Megnézzük, hogy ki és milyen formában tudja emlékezetessé tenni ezeket az évszámokat, ezeket az évfordulókat. Nyilván számítunk mindenkire, kicsikre és nagyokra. Elindult a folyamat, 40 év, 40 kép egy nagyon komoly kiállítási megrendezésére került sor, ahol bevontuk a helyi költőinket, tollforgatóinkat is, akik a saját írásaikból adtak nekünk számot, illetve elindult a Kultúrházak éjszakáján egy olyan folyamat, ami egészen minden hónapra kiterjedően egyfajta rávilágítást ad majd erre a 40 esztendőre. Természetesen készülünk a Zoár napi sokadalomra, amelyre már most felhívnám mindenki figyelmét. Előrébb jövünk egy hónappal, június 14-től 16-ig tartjuk majd a Zoár napi sokadalmat tartalmas programokkal. A plakátja hamarosan látható, elkészült, és egy olyan regisztert állítottunk össze, visszakanyarodva az előzőekben elhangzottakhoz, a vezetőinkkel, az intézmények vezetőivel, a kultúraterén dolgozókkal, amely gyakorlatilag január 1-től december 31-ig átöli ezt az esztendőnket. Vásárosnamény mellett Panyola is kiállító volt az utazás kiállítás Szabolcs-Szatmár Bereg megyei standján. Vadonatúj plakáttal jöttünk ki, ez az első megjelenése az idei Panyola Fest programnak. El kell, hogy mondjam, kiegészítésképpen, miután utazáskiállításon vagyunk, nem csak a programot hoztuk magunkkal a plakáttal és az ajánlóval, hogy milyen zenekarok lesznek és milyen programjaink, hanem egész éves minőségi programokat kínálunk. Ez az első olyan év, amikor ilyen szinten utazáskiállításon be tudjuk mutatni a éves programunkat, tematizálva évszakokra, tehát tavasz, nyár, ősz, télbe gondolkozva, és hát természetesen kínáljuk azokat az eseményeket, amelyek nem csak a fesztiválról szólnak, hanem például a múlt héten tartott hagyományőrző farsangunkra, ami szintén ma már turisztikai jelentőségű. Ezek mellett a település számos beruházást kezdeményezett az utóbbi időben, melyek célja szintén a turizmus fejlesztése. Gyakorlatilag mindent a turisztika oltárára helyezünk, hiszen hamarosan 13 kerékpárhoz jutunk, illetve egy újabb pályázaton nyertünk, és valószínűleg nyáron már plusz 20 minőségi, felszerelt, biztonságos kerékpárral fogunk rendelkezni. Ami nagy öröm számunkra, hogy nem csak a biciklik lesznek használatba véve, hanem a kenuk, kajakok is. Aktív turisztikai kínálattal fogunk előrukkolni, ezeket az eszközöket bérbe tudjuk adni, és akik ellátogatnak Panyolára, akár a fesztiválunkra augusztus első hétvégén, akár csak egy hosszú hétvégére olyan programot kapnak, ami emlékezetessé teszi nem csak Panyolát, hanem a járásunkat, fehérgyarmati járásunkat, tágabb értelemben pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.